Aranyos munka és válogatás eredménye az, amit itt láthattok. Remélem tetszik nektek az új nyári outfitem. Vásároltam magamnak egy új nadrágot, ami egyben egy bevásárló kocsi is. Hát nem hiszem egyébként, hogy ezt hosszasan meg fogom tartani, de annyira nagyon viccesnek tűnt, hogy úgy voltam vele, hogy egy videót ezzel mindenféleképpen szeretnék csinálni, és most a Daycare Story játékkal fogunk játszani, ugyanis az elmúlt hetekben nagyon sokan írtátok azt, hogy próbáljam ki a Daycare Story 2-t. De mivel az egyen se játszottam, ezért úgy voltam vele, hogy nézzük meg először az első részt, és aztán, hogyha tetszik, akkor meg fogjuk nézni a másodikat is. Na de, akkor nézzük, melyik busszal tudnánk elindulni, remélhetőleg valamelyikbe azért majd be tudok csatlakozni. Na nézzük, mi van itt? Szerintem itt is ilyen kisgyerekek leszünk, mert mindenkinek ilyen kis töpszli karaktere van. És ide kell bemennünk ebbe a házikóba. Van 100 életünk összesen, pont kitakarom. Egyébként minden Roblox játékban bal oldalt lehet látni az életet, ebben nem. Hello? Mindenkinek ide kell jönnie, hogy elinduljon a játék? Hát úgy látszik, akkor itt kint maradtunk. Ez a Daycare. Így vigyáznak ránk gyerekekre. Ő valószínűleg egyébként szép karaktert akart létrehozni. Nekem nem ez volt a célom, én maradtam a csúnyánál. Hello, a nevem Lili. Na szia Lili, üdvözöllek, jó, hogy itt vagy. Gyerekek ugrálnak a fejeden, remélem nem zavar. Én fogok rátok vigyázni a következő 2 napba. Akkor ez is ilyen babysitteres sztori lesz, mint amivel már játszottunk néhány hete. De ez nem ugyanaz, nehogy összetéveszem titeket. Gyertek csak, benézzetek körbe. Nem kell nekem segítség. Egyébként azt hiszem, hogy ennek... Ah, oké, vannak kerekei. Mondom, ha nincsen kereke, akkor még nehézkes lesz vele gurulni. Üdvözöllek titeket itt bent, nyugodtan fedezzétek fel a környéket. Van itt egy fidget spinner. Fidget spinnert meg lehet pörgetni? Na mit lehet itt csinálni? A legtöbb dolog sokkal jobban néz ki, hogyha egy karikába rakod. Hát rendben, van itt egy kislány, aki nagyon sír, ilyen keznepjelmezbe. Van itt egy kipreparált macska. Nem tudom, hogy szegény Kormi mit csinálhatott, de nagyon gyűlű szemekkel néz. Szerintem már egy 10 éve így nézhet ott a sarokban. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mi lesz itt a feladat. Érdekes amúgy, hogy nincs egy visszaszámláló, hogy tudjam, mennyi időm van még körbenézni meg ilyenek. Srácok, nagyon éhesnek tűntök. Együnk valamit. Ó, szerintem ezért ajánlottátok nekem. Tudjátok, hogyha lehet enni a Robloxba, akkor én itt vagyok. Mit szeretnétek enni? Hát pizzát. Egyértelmű. Jaj, de jó egyébként, hogy így belelóg a lábam az asztalba. Úgy látszik, hogy a pizza nyerte a szavazás. Hát ki gondolta volna, mindenki pizzát akar enni. Úgyhogy egy picikét rendelek is nektek. Ó, köszönjük szépen. Egyébként neki a karaktere úgy néz ki, mint a Jenna sztoriból, nem? Eddig egyébként eléggé hasonló ez a sztori a másik ilyen babysitteres sztorihoz, mármint ott is ugyanez volt, hogy menjünk, nézzünk körbe, eszünk valamit. Melyik volt vajon előbb? Hát majd valószínűleg ez is ki fog derülni, hogy mennyire hasonlóak. Én azért bízok benne, hogy nem pont ugyanaz. Ó, ez valószínűleg az étel lesz. Hadd menjek átvenni. Na nézzük akkor azt a finom pizzát. Hogyha hallom a nem hangot, vagy a pizzát, akkor én már azt mondom, hogy jó játék. Könnyen lenyűgözhető vagyok, na. Itt is van, srácok, egyétek meg. Pizza! Nagyon hülyén nézek ki. Lehet ez csak engem szórakoztat ennyire, de nagyon jót szórakozok rajta. Új. És csak a farkam lók ki a labdák közül. Jaj, amúgy nem tudom, ezeket kitalálja ki, hogy ilyen ruhákat készítsenek, de zseniális. Jó, most már aludni kellene, akkor nincs játék, csak alvás van. Ne, de játszani szeretnék, mondja Shadow Girl. Igen, akkor mégiscsak játszunk. Rendben, eddig nagyon hasonlít. Akkor ébren maradunk. Mit fogunk vajon játszani? Mi volt ez a hang? Hello, mit fogunk játszani? Mesélj. Nem mesél és nem beszél. Ó, ez meg mi a fene? Megyek és visszakapcsolom az áramot. Na jó, itt már akkor eltér a kettő sztori egymástól, kicsit azért féltem, hogy teljesen ugyanaz lesz. Mert mondom, azért ugyanazt végigjátszani annyira talán nem lenne szórakoztató. Viszont itt elég is sokan felugrottak a szekrény tetejére. Jönni fog valami szörnyeteg, vagy csak mit gengelünk fönt a szekrény tetején? Úristen, az meg micsoda? Kint az ablaknál, ez valami démon, megidéztünk egy démont. De nem kell félni, mert akkora, mint egy focilabda. Szörnyetek, futás! És akkor a többiek tényleg itt lesznek? Mármint van még valaki, akit amúgy kergetni fog? Ez ide föl fog spónolni. Ez hosszú távon nem volt jó ötlet. Mondjuk nem tudom, hogy hol vannak a többiek. Ah! Jön még? Ah, ott kergeti a többieket. Az gatya! Ajaj! 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 Jó? Nem engem vett üldözőbe szerencsére. Szerintem most is sokan ki fogunk esni ennél a résznél. Ó, most engem akar! Kicsit meg is csipott. Ne! Ne,
ne! Miért engem? Miért engem? Tessék a többieket támadni! Fantasztikus! Visszakapcsoltam a generátort. Mindenhol egy generátor adja nekünk az áramot. Tehát a hálózati áram amúgy nem létezik. Egy szörnyeteg volt itt, aki ránk támadt! És biztos nem fogja nekünk elhinni. Micsoda? Szörnyeteg? Haha! Ne legyetek már ilyen kis buták! Gondoltam, hogy nem fogja elhinni. Sose hiszik el nekünk, hogy szörnyek támadnak ránk. Csak azért, mert gyerek vagyok? Akkor menjünk és aludjunk. És figyeld meg, alvás közben is ránk fognak majd támadni. Kellene egy ilyen Roblox bingo, ilyen story bingo, hogy vajon mi fog történni. Hú, hát ez így érdekes lesz ez az alvás, nem biztos, hogy annyira kényelmes. Legalább átlogok arra az ágyra is, nem? De aki felettem alszik, annak se lesz túl jó, hogyha egyet rugok véletlenül, mert lehet, hogy az a bevásárlókocsi egy kicsit törni fogja a hátát. Na, a többiek alszanak már? Úgy még ennyien itt vagyunk. Mármint ott egészen sokan fekszenek, ilyen T-pózba. Imádom azt a macskát továbbra is. De ez most egy másik macska, mert ez már cirmos. Ez nem olyan fekete, mint a lenti. Úgy látszik, több macskát is kipreparáltak itt a környéken. Csak tudnám miért. Megint elkezdtek a lámpák villogni, úgyhogy szinte biztos, hogy megint jön a szörny. Úristen, láttátok ti is ezt? Igen, de nem láttam pontosan, hogy ez micsoda. Hát, Szofikám, ez a szörnyeteg volt! Én is láttam! De hol vannak a többiek? Itt vannak már lent. Ide kell majd jönni, sziasztok! Mi szó van? Igazából tök mindegy volt, ide jöttem-e vagy sem, mert ugyanúgy visszarakott. De most már szép reggel, jó reggel! Jó reggel, gyerekek! Egy napot már kibírtunk. Gyertek le a reggeliért, itt is vagyok. Le kellene odaülnem? Na jó, akkor leülök a kislányok közé. Valaki, akinek még arca sincsen. Mondjuk nekem, ha nagyon ráközelítek, meg hajam nincsen. A mai nap? Na mit eszünk? Pancakes! Palacsintázunk! Yay! Remélem finom palacsinta lesz. Imádom a palacsintát! Amúgy hárman maradtunk? Nem hiszem, mert van még egy Shadow Girl, de ott itt nem látom az asztalnál. Ha annyira imádod a palacsintát, miért nem ülsz itt? Hm? Te nekem nem mondd, hogy szereted a palacsintát, miközben itt se vagy a palacsinta osztás közben. Nam nam nam! Nam nam nam! Jaj, de jó! De nem töltötte vissza a HP-mat, azt hittem, hogy legalább egy kicsit vissza fogja tölteni. Úgy lett volna igazán jó. Na jó, így is jó volt, mert hallottam a kedvenc hangeffektemet, de hát akkor is. Tudjátok, hogy milyen idő van? Mi játékidő? Remélem. Playtime! Ki gondolta volna, hogy ez kicsit ilyen Poppy Playtime-os volt, nem? Bizony, bizony, érezzétek jól magatokat. Játszok a barátaimmal. Ez a feladat? Ki lehet jönni játszani? Ezt nekem senki nem mondta, akkor focizok. Azt hittem, hogy jönnek velem játszani, de nem jönnek velem játszani, hát ez tiszta szomorú. Hé, srácok, egy kicsi időre el kell mennem. Most fog jönni megint a szörnyeteg. Shadow Girl, te leszel a felelős, úgyhogy mindenkire kérlek vigyázz, hogy hogyan viselkedik. Rendben? Miért nem én? Shadow Girl itt a rangidős? Vagy neki van a legtöbb élete, vagy miért? Na hát akkor remélhetőleg nem fog beköpni, hogyha itt rosszalkodunk egy kicsit, meg ilyenek. Ojaj, már megint mi a fene történt? Megint újra megtörténik? Kérdezi Sophie. Ez biztos, hogy az a szörnyeteg lesz, akivel már találkoztunk. Ez a tűz, ez eddig is égett? Ah, megint itt van az a szörnyeteg. Mi a fenét csinál? Nem, szerintem ez a kandalló eddig nem volt bekapcsolva, mert emlékeznék rá. Atyaik felgyújtja a házat? Kérem én is a poroltót. Úristen, meg fogunk halni. Hát én nem szeretnék meghalni. Gyorsan használjuk a poroltót. A tűzoltó készüléket. Állítsátok meg a tüzet, jó? Köszi! Imádom, hogy ilyen izéket, buborékokat lövünk ki. Igazából egy buborékfújóval is elállíthatnánk itt a tüzet, az lehet még jobb lenne. Ezt nem lehet rendesen konkrétan eloltani. Azt ott nem kell? Máshol amúgy nem gyullad ki? Túloldalt, vagy ilyesmi? Egész szokésnak tűnik. A tévé talán az, ami tüzesebb a kelleténél. Ennyi volt! Nekem elegem van ebből a helyből. Mondom a kis poroltóval a kezembe. Szerintetek meg kellene szöknünk, vagy meg kellene várnunk Lilit, ameddig visszajön? Meg kellene szöknünk természetesen. Meg fogunk itt halni. Én vagyok a fostos, aki el akar menekülni. Jó, valahogy ki kell innen menekülnünk. Kell lennie egy útnak. Ah, valahol láttam itt egy ventet. Ki gondolta volna? Talán ha megtaláljuk, akkor ki tudunk innen mászni. Ó, ez nehéz lesz, remélem azért beférek. Oké, megvan a vent. Még a falon is fel tudok mászni, azt figyeld. Fel kellene törnünk. Milyen eszközt lehetne ehhez vajon használni? Ez egy nagyon jó kérdés. Most nem igazából láttam, hogy a többiek hova szaladtak. Szóval lehet, hogy ennek nem fix helye van? Vagy lehet, hogy fix helye van, csak még nem értek oda? Itt az emeleten én nem igazából láttam. Remélem azért a többiek is keresik, nem csak én.
Ó, találtam egy kalapácsot, ezt tudnánk használni. Hol volt ez a kalapács? Én nem láttam sehol. Menjünk! Oké, kitörték ott szépen a szellőzőrendszert. Ként rohadt nehéz ide fölmászni. Na, itt is vagyok! Várjál, 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 ez egy labirintus? Ilyen szellőzőrendszert nem hiszem, hogy sokan csinálnak. És most hol vagyok? Nagyon remélem, hogy jó helyen, mert hogy innen kijutni nem nagyon tudunk. Úgyhogy bízok benne, hogy ez nem csapda lesz. Most meg hol a fenében vagyunk? Itt ragadtunk lent? Akkor ide kellett jönni, jó, oké. Hú, ilyenkor mindig nagy megnyugvás a lelkemnek. Szerintem, hogyha ugrunk, akkor ki tudunk innen jutni. Igen. Próbálkozom. Ugrálok amennyire csak lehet. Várjál. Ezzel nem jutottunk ki a házból. Wow, ez a konyha rész. Ez az egész csak egy elvesztegetett idő volt. Lili hamarosan visszajön. Úgyhogy tűnjünk el a konyhából, még mielőtt bajba kerülnénk. És itt nem leszünk amúgy bajban, mármint... Nem hiszem, hogy örül annak Lili, hogyha itt maradunk. Szerintem nem itt kellene lennünk. Shadow Girl, mindenki jól viselkedett? Én jól viselkedtem, de a többiek nem. Nem szeretnék senkit se beköpni. Igen. De itt volt a szörnyeteg megint. Ja, amúgy csak kigyulladt a ház. Szerencsére nem látszik semmi nyoma, mert olyan szépen feltakarítottuk, de amúgy kigyulladt. Tényleg, eskü? Nincsenek szörnyetegek, biztos, hogy csak álmodoztatok. Én most lepihenek egy picit. Olyan jó egyébként ez a babysitter. Nem tudom, akik ezeket a játékokat csinálják, azoknak valami traumájuk volt a babysitterekkel? Vagy miért? Sose fog nekünk hinni. Ez a szörnyeteg meg fog minket enni. El kell innen tűnnünk. Lehet a kerten keresztül kellene, nem? Szerintem addig kellene eltűnnünk, ameddig pihen. Sose tudná meg. Mert amúgy utána nem fogják rajta keresni a gyerekeket? Mi van, hogyha a hátsó ajtó még mindig nyitva van? Én az előbbit megpróbáltam kijönni, de nem nagyon tudtam. Gondolom ez itt a hátsó ajtó, nem? Igen, bezárták sajnos ezt a kerti ajtót. Akkor viszont mi lesz a megoldás? Hol fogunk innen kijutni? Ó, várjál! A kalapácsommal ki tudnám törni itt az üveget. Na gyere, Sophie! Hozd azt a csoda kalapácsot, aztán ide, Sophie, ide... Nem tudom, hogy csinálta, de megcsinálta. A szoba másik végéből. Mi? Én ezt nem értem. Mi a fenébe haltam ott bele? Hát, szerintem innentől kezdve ebben az erdőben kell élnünk. Mondjuk az a kis faházikó egészen jónak néz ki. Valahol kaját kellene találnunk. Hú, valami ehhez hasonló sztori is volt már, nem? Csak nem emlékszem, hogy az pontosan melyik. Valami biztos van itt az erdőben, amit meg tudnánk enni. És most kell valamit keresnünk, amit meg tudunk enni. Alma esetleg? Tuti mérgezett lesz. Tudom, hogy valamelyik játékban volt ilyen, hogy almát lehetett találni, és itt is almát lehet találni. Úgyhogy én abból biztos, hogy nem fogok enni. Találtam néhány almát, amit esetleg megehetnénk. Yum! Hát egészségedre váljon. Én szerintem kihagyom az almát. Főleg, ahogy látom, az életüket se tölti vissza, szóval annyira sok értelme nincsen. Ó, viszont ez a domb, ez tökéletes lenne arra, hogy innen leszánkózzak. Nem akar senki meglökni, nem? Pedig olyan jó kis játék lehetne belőle. Nagyon-nagyon sokat kell egyébként várni arra, hogy folytatódjon a történet minden egyes alkalommal. Nyilván ti ezt majd a vágott videóban nem fogjátok látni, de amúgy ilyen évezredek telnek el, amíg megjelennek a dialógusok. Én nem érzem magamat annyira jól. Ezek az almák rohadtak voltak. Na, látod, kellett neked egyből megzabálni az almákat. Shadow Girl, Sophie megette a rohadt almát. Nem kellett volna! Hogyha almát találsz egy Roblox játékban, azt nem szabad megenni. És akkor egyedül maradtam? Vagy még annak a... nem, somebody-nak még van egy ilyen kis hangyakukat nyélete. De talán beengednek majd minket ebbe a faházikóba, én azért bízok benne. Imádom, olyan hosszú lábaim vannak. Fel kellene melegednünk. Kezd nagyon-nagyon hűvös lenni. Akkor most kell tűzifát keresnünk, ugye? Szerintem tüzet kellene gyújtanunk. Vagy esetleg építhetnénk egy kunyhót is, ahol meghúzhatnánk magunkat. Szerintem tüzet gyújtani egyszerűbb. De a kunyhó építés izgalmasabbnak hangzik. Nagyobb kihívás, úgyhogy meglátjuk amúgy, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy a másik játékos mire fog szavazni. De remélhetőleg szavaz valamire, mert amúgy úgy néz ki, hogy nem nagyon akar szavazni. Oké, akkor építsünk egy házikót. Váljunk akkor szét, és szedjük össze ezeket a farönköket. Aztán pedig megépíthetnénk ezen a dombon ezt a házat. Jó. 7 darab ilyen farönköt kellene akkor összegyűjtenünk. Még a Minecraftban se lehetne 7 rönkből építeni házat, akkor se, ha deszkává alakítom, mert olyan kevés lesz, de mindegy, mi megoldjuk. Csirkeólat építünk magunknak. Ott látok még egyet. Na, meg is van, tökéletes. 7x7. És akkor ebből remélhetőleg lesz valami kis házikunk. Azt a mindenit, azért nekiálltunk. Honnan lettek hozzá hirtelen eszközeink, szerszámaink? Szép munka! Maradjunk itt az estére.
Amúgy nem is annyira rossz. Mondjuk eléggé kicsike. Ha 10 lennénk itt, az eléggé bajos lenne. Tennyien elférni. Mondjuk így meg szerintem mindig fázni fogunk, nem? Tehát, hogy ajtaja nincsen ennek a háznak. Lehet mégiscsak jobb ötlet lett volna, hogyha tábortüzet rakunk. Esetleg akkor mesélhetnénk? Á, nem, ahhoz is kellene tábortűz. Nem tudunk ijesztő történeteket mesélni egymásnak. Akkor csak kínosan álljunk itt egymás mellett egész este, és várjuk meg, ameddig fel nem kell a nap. Ó! Oh! Mi a fene? Megint megjelent az a szörnyeteg? Oké, okay, kell találnunk egy menedéket. Valahol itt láttam egy házat. Bárcsak lenne nálam egy esernyő. Igen, én is pont erre gondoltam. Ó, hogy a piros az azért mutatja azt a házat, amit láttam. Fenébe, hogy rossz irányba kezdtem elszaladni. Most folyamatosan sebződöm amúgy. Itt a barlang. Jó. Megvan. Meg azt hittem, hogy a szörnyeteg elől kell elmenekülnöm. De akkor úgy látszik, hogy csak a borzasztó vihar az, ami éppen a fél életemet levette. Para lenne, hogyha nem lehetne kint maradni egy kis viharban. Mert ez lenne a vége. Azt hiszem, nem élnénk ennyien a földön. Úgy látszik, végre vége van ennek az esőzésnek. És akkor ennyi volt a házunk is. És megenném ezt az almát, kampec lenne. Nem tudom egyébként, hogy mi lesz ebből a történetből. Tehát még most se tudom, hogy hova akar ez kiukadni. Én azt hittem, hogy abba a házba kell majd bemenekülnünk, de nem. Itt amúgy nem láttak minket szívesen? Vagy innen jöttünk ki? Nem így nézett ki az az ajtó. Hát most már egyedül maradtam. Végre érzékelte a játék, hogy egyedül vagyok. Ilyet még amúgy nem láttam sztori játékban, lehet ezért ajánlottátok. Várjunk csak. Mi az a fény ott a távolban? Szerintem az a házikó, ami már itt volt ezelőtt is. Úgyhogy megnézhetnénk most már, mert amúgy már érdekelt az elejétől kezdve, hogy az ott micsoda. De a kis Andinak kellett egy kis idő, ameddig rájött, hogy ja, amúgy van itt egy ház. Wow, ez a házikó egész jól néz ki. És az ajtó még mindig nyitva van, tényleg? Mert én már próbáltam párszor itt bemenni, és nem volt nyitva. Bemegyek. Legyünk oly bátrak, guruljunk be ezen az ajtón. Mi ez? Ez meg micsoda? Valami teleportálós cuccnak néz ki, nem? Vagy lehet, hogy nem teleportáló, hanem valamilyen üveg, amiben az embereket belezárják? Tegem, hogy mi ez? Hát most már nem tudok belemenni, megnyomtam ezt a gombot, és most így nem történik semmi. Ezek a kövek elblokkádolták az ajtót. Hát akkor innen már nem tudok kimenni. Úristen, mi ez? Nem szeretnék ebbe beleesni, hogyha nem muszáj. Aj, ne! Ó, jaj. Itt van az elengedhetetlen Obi, természetesen, mert miért ne lenne egy jó kis parkörös rész? Hát beesem egy barlangba. Valahogy ki kell innen jutnom. Bár most több egy számba beszélek, ahhoz képest, hogy az előbb megállapítottam, hogy egyedül vagyok. Ha lenne nálam egy zseblámpa, az nagyon hasznos tudna lenni. Hát, sajnos az nincsen. Hú, túléltük. És akkor most oda kellene átugranom? Vagy mi lesz itt? Az meg micsoda? Innen jelenik meg a démon? Vird ez a történet továbbra is. Hogyan fogok én itt keresztül jutni? Amúgy ez a kard az tök jól néz ki. De szerintem, hogyha ahhoz én hozzáérek, akkor gonosz leszek. Úgyhogy nem biztos, hogy jól járok azzal, hogyha én azt megtapicskolom. Egy híd! Ami titokzatosan odavisz engem egy démoni kardhoz. Biztosan biztonságos, nem? Főleg, hogy csak úgy magától elindult. És akkor megkaparintatom ezt a kardot, legyőzhetem bele a démont? Vagy én magam is egy démonná válok? Vagy mi fog történni? Azt a mindenit! Megint itt van ez a szörnyeteg, most jön a boss harc? Hát újból találkozunk. Hello, szia! Örülök, hogy bemutatkozhattam. A szörnyeteg? Vagy lehet, hogy a babysitter? Igen, én lennék az. Szóval mit csinálsz lent itt, a bázisomban? Én? Csönd legyen! Unom már hallgatni azt az idegesítő hangodat. Ó, köszönöm szépen, ezt elég sokszor meg szokták kérni kommentben is. Tudod, hogy mi történt a barátaiddal? Hát, őszintén van, aki egy vihartól halt meg. De mondjuk érdekel, hogy a játék elején mibe haltak bele. Hát veled is ez fog történni. Szóval akkor meghalok? Mert nem biztos, hogy szeretném. Hát, igen, tudod. Nem, hogyha én öllek meg téged először, akkor fogjuk azt a kardot. És öljük meg a gonosz szörnyeteget. Hogyan tudom megölni? Megcsinálta. Ennyi volt. Tényleg ennyi volt? Azt hittem, hogy itt valami nagyobb harc lesz. Hát meghaltál. Kidőlt. Woohoo! Hát jó. És hogy fogok én innen kijutni? Ezen vajon már gondolkozott a kis Andi? A Daker 2-ben is egyébként ez a szörnyeteg van? Mert ahogy látom, most újra élet. Eltűnt. Lehet, hogy beleszállt a kardba, nem? Hát sikerült megcsinálnom. És elmetek, ez egy secret ending volt,
Úgyhogy remélhetőleg, ha már esetleg láttatok ebből a játékból a videót, akkor most láthattátok a Secret Endingjét is. Hát ez egy nagyon érdekes történet volt. Az elején nekem nagyon-nagyon hasonlított arra a Babysitter sztorira, de lehet, hogy csak azért, mert mondjuk azt ennek a mintájára készítették, nem tudom, hogy melyik volt előbb, szóval így nehéz lenne kimondani, hogy melyik más volt melyikről. Ugye a vége az teljesen más volt a történetnek, úgyhogy azt mondom, hogy így legalább volt értelme ezt végigjátszani. Azt viszont nem tudom, hogy a második rész az mennyiben fog ettől eltérni. Nyugtassatok meg, hogy ott azért nem ennyire lassan jelennek meg a dialógusok, ugye a párbeszédek, mert itt azért tényleg egy örökkévalóság volt ezeket kivárni. Minden esetre remélem jól éreztétek magatokat, hogyha jól éreztétek magatokat, mindenféleképpen dobjatok erre a videóra egy lájkot. Andi voltam, sziasztok!